és a világ közvéleményével. Egy diákvány naplójából, november 4-e. Borzasztó, de nem szabad elveszíteni a reményt. A végső győzelemnek a mégnek kell lennie. Igen, kell, mert másképpen nem történhet. Nem hallhatott meg hiába 15 ezer fiatal magyar. Jönni kell a segítségnek, és jönni kell a győzelemnek is. Istenkém drága, segíts meg bennünket, hisz mi már annyit szenvedtünk, mint zsidók is, mint magyarok is. Védd meg Izraelt, drága hazámat, és hozd el a régen várt és nélkülözött békét. A szovjet csapatok bejövetelével megkezdődött a második hősi küzdelem, amelyhez hasonló kevés volt a világon. Megint maga volt a magyar, mint 1849-ben. A roppant túlerő ellenére még hetekig tartották magukat a magyar katonai egységek. De megkezdődött a leszámolás is. Vonatokon, teherkocsikon vitték a Szovjetunióba és a magyar börtönökbe az elfogadtak ezreit. Azt hallja tőlünk most a világ, hogy pusztán keresztényi könyörületből bocsássunk meg, lépjünk tovább. Bocsássunk meg azoknak, kik gyermeket lánctalpalt a posta, akik a sortüzet vezényelték. Bocsássunk meg a mészárlásért, a sok évnyi kegyetlen megtorlásért. Felejtsük el, hogy arccal lefele temették a magyar, hogy sokaknak csak az emigráció maradt. Felejtsük el a kínzások iszonyú borzalmait, a halálra ítéltek utolsó szavait. Bocsássunk meg, s majd ítél a történelem. Hát nem, nem és nem. A magyar nép, amilyen kétségbe esetten küzdöttek, halottak és sebesültek mindenfelé. Aki itthon maradt, börtönbüntetés várt rá. Aki elmenekült, annak egész életében hiányzott a haza. A mi hazánk. Vagy 50-en lehettünk, tám még többen. Hegykőnél jöttünk át, s az öregek miatt oly lassan, mintha csak az éjszakát akartuk volna megkerülni. Szemerkélt, balról könnyű köd. Jobb kéz felől a csapás mellett magasra hány vizes rögök, akár csak egy frissen kiásott tömegsírnál, Zsuzsa kezét fogtam. 400 forintot hoztunk magunkkal, meg 2 fogkefét. Így lettünk éjszaknak. Mögöttünk nagy messziről gépuska szólt, aztán zöld rakéta jelezte. Szabad az út. Olyig dúdolt, más felsóhajtott, hogy hazáját cipőtalpán nem viszi el. Más meg, hogy szabad költözési jogát senki nem veszi el. Mi hallgattunk. 2 térfalácsom alatt tólom, és mintha csak előre görbedő talkómon cipáltam volna magamat. Ne félj! Ma jegyes még az emlék. Idővel egyre édesebb. És forróbb. Ez a határok. Ugorj! Az ugrás végleges. Ugorj! A fájdalom veled jön, sohasem szabad elmúlnia. Nincs zseblámpa, melyet vetettek. Világból túl van Ausztria. Thank you.
engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében nagy szeretettel mondja köszönetet a felkészítő tanároknak és a gimnázium diákjainak ezért a gyönyörű műsorért. Nem először idézték meg nekünk 56 szellemét hűen. Most következzen a koszorúzás. Megkérem a múzeumbaráti kör zászlótartóit, hogy a teremből vezessék ki a résztvevőket, és a kultúráháza előtt a koszorúzók álljanak a zászló mögé, és sétáljunk el a mindennemi emlékkertbe, hogy a emlékmű előtt is lerovassuk kegyeletünket. Majd, aki Magas István, dr. Magas István emléktábláját szeretné megkoszorúzni, az sétáljon át velünk a gimnázium falához, ahol a táblában helyezve, és ott is tegyük tiszteletünket. Köszönöm szépen, hogy eljött.